A Tolna megyei levéltár, a Szekszárdi önkormányzat és a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár között folyamatosan zajlanak a tudásközpont eszközbeszerzését érintő konzultációk. Liphauser János, a könyvtár igazgatója szerint az építkezés rendkívül előre haladott állapotban van, jövő áprilisra el is készülhet. Addig is a levéltárral meg kell egyezniük a közös üzemeltetés részleteiről, ami szintén ezen találkozók feladata az ingóságok beszerzésén túl. Hozzátette, a jövőben rengeteg olyan szolgáltatást tudnak megvalósítani az új épületben, amelyekre eddig helyhiány miatt nem volt lehetőségük. Nagyon fontos különbség az, hogy azok a fajta közösségteremtő szolgáltatások, amit a könyvtárak természetesen végeznek, rengeteg klubunk, olvasókörünk, különböző foglalkozások és rendezvények, amiket a könyvtár nagyon fontosként termel, arra teljesen alkalmatlan épületben voltunk, nem volt olyan termünk, ahol egyszerre több mint 40 ember el tudott volna férni. Ebben az épületben lesz. Váradi Zoltán, a levéltár megyei igazgatója elmondta, hogy a tudásközpont megépülésével jelentős távlatok nyílnak meg előttük. Többek között az épület a vármegyeházával ellentétben alkalmas lesz egy modern levéltár üzemeltetésére. A levéltáros szakma a legutóbbi néhány esztendőben erőteljesen a súlypontját átjelzte a közigazgatásra. Ami azt jelenti, hogy nem csak kutatókat fogadunk, nem csak kutatószolgálatot irányítunk, hanem megkereséseink vannak, mint egy hivatalban általában, tehát ügyféle szolgáltat tartunk, és ilyen szempontból azt hiszem, hogy az új épület sokkal inkább nyújt lehetőséget erre, mint a korábbi. Dr. Bíró Gyula aljegyző a beszerzésről elmondta, hogy rendkívül szerteágazó és bonyolult lesz, mert sokféle eszközről kell gondoskodni. Az önkormányzatnak a feladata ebben tekintetben a durván 650 millió forint összeget elérő eszközbeszerzés, ami a könyvtár részére és a levéltár részére is történik. Jövő őszre tervezik a tudásközpont megnyitását, a cél, hogy addigra minden a helyére kerüljön.